Isten igéje, élő és ható. Hallgassd minden nap, vald meg, éld át, elmélkedj róla. Itt az idő, hogy átalakuljon az életed. Halleluja! Uram, szeretünk téged. Minden dicsőség és imádat és hódolat a tiéd, Uram. És köszönjük, kedves drága szentem, hogy eljöttél. Köszönjük, atyám, hogy elküldt előtt az Úr Jézus nevében, Uram, a földre a szent szellemet, és köszönjük, hogy bennünk lakozol, kedves drága szent szellem, hogy a ma magasságos nem kőből épült templomokban lakozik, Uram. Nem kőből épült templomokban lakozik többé, hanem a bennünk, és közöttünk jársz. És vagyunk a te néped, és te vagy a mi Istenünk szeretünk és áldunk téged. Téd a kormányzás, téd a hatalom, az uralom és a dicsőség, Uram. Szeretünk a Jézus nevében. Ámen. Amen. Amen. Köszöntelek titeket nagy szeretettel. A Biblia három dologról beszél igazából, vagyis Tamás Pászor is szokta tanítani, hogy három felé bontja, amikor az anyagiainkkal adunk, azt vetjük, a tized, az adakozás és az alamizsna. És az adakozásban azt a világiak is szokták használni, hogy adomány, de ők ugye nem az Isten királyságába vetnek, és nem hitálta, hanem vetnek, hogy építsenek fel valamit, vagy jelenjen meg egy, egy nem tudom, segélyezzenek valakit, vagy egy non-profit kezdeményezés valósuljon meg, és az más, más, adakozik egy keresztjén, és más, egy világi. Nézzük a tizedet. A tized a Malakiás három tíz alapján, itt van a legpontosabb megfogalmazása. Itt azt mondja, hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamba, és ezzel próbáljatok meg engem. Azt mondja a seregeknek, ura, ha nem nyitom meg nektek az egek csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldást, bőségesen. Itt azt szeretném, ha észrevennétek, azt mondja, hogy hozzátok be a teljes tizedet az én tárházamba. Mármint ott azt mondja, hogy mind az én tárházamba, én egy másik fordítást nézek, a teljes tizedet. A tized az minden jövedelmemnek az első tíz százaléka, és egy érdekesség, egy olyan szituáció volt, lakás eladás, és hát annak a lakásnak az ára, amit elkívánnak adni, annak már jóval feljebb ment azóta, hogy megvették. És igen, beszélgetünk róla, hogy igen, annak is van tizede. Hogy a lakást vettem x-ért, eladom, ha el tudom adni két és félszer annyiért, akkor közte van egy jövedelmem, amivel az úr megáldott, és én annak is szeretném megadni a tized részét. Ez az én, ez az én hitem. És miért fontos ez? A tized miért nem lehúzás, miért nem tagsági díj, Azért, mert a tagsági díj lenne, akkor nyilván tartanánk, hogy te, meg te, meg te, meg te mennyi tizedet adtál, és ha te a kis nyugdíjatból adsz, akkor te talán beülhetsz az ötödik sorba, vagy attól hátrébb. Te, ha egy kicsit többet adtál, akkor lehet, hogy az alkalom végén egy félperces imát, vagy egy fújást kapsz a pásztortól, de aki az első második sorban ül, az minimum hat számjegyű tizedet ad, ugye ez természetesen így van, és ő minden nap félórás kézrátételes imát kap. Ha ha erről szólna, ha a pénzről szólna, így csinálnánk. Tehát nem lennénk olyan amatőrök, hogy te annyit, annyit akarsz, bedobálsz, aztán majd elhiszük neked. Hanem, ha ez a pénzről szólna, drága nézőink, akkor ezt így csinálnánk, nyilvántartást vezetnénk, és a vastagabb bukszájúak vastagabb áldást kapnának, a szegényesebb bukszájúak szegényebb áldást. De itt nem ez van hanem megtanítunk titeket a tizedre és az adakozásra, rád van bízva, hogy mennyit dobsz be, és érted, ugyanúgy imádkozik a pásztor azért, aki egy fillért dobott be, meg azért, aki százezer forintot vagy egy millió forintot ad, meg azért is, aki üres borítékot dob be. Azért is ugyanígy imádkozik. Akkor átverted az Istent? Természetesen nem. Mert más lesz az áldottságot szintje. Mert az áldásnak csak az egyik feltétele, hogy ráteszi a kezét az Isten embere, hogy állja. Ja, így, igen. A másik az az, hogy te a hitet cselekedetét megtetted -e, és mi nem látjuk, hogy kidobálja be milyen borítékokat, de az úr látja. Úgyhogy a tizedről, tehát a tized az minden jövedelmemnek a tíz százaléka, hogy legyen ennivaló az én házamban, és azt mondja az igaz, hogy ezzel próbáljatok meg engem. Tehát egy nagyon-nagyon erős nyomatékosítást ad Isten, hogy tedd őt próbára. Egyszer feltette nekem egy kérdést egy drága lélek, aki még nem tért meg, de beszélgettünk az evangéliumról, hogy hol van az megírva, hogy Isten azt mondja, tehát hogy lehet Isten szavát leellenőrizni? Hát mondom, nekem egy hely ugrik be így kapásból, ahol az Isten azt mondja, hogy próbálj meg engem. Hát mondom, pont ez. Azt mondja, hogy próbálj meg engem, tegyél engem próbára, ha nem nyitom meg neked az egek csatornáit, és ha nem árasztok rád áldást bőségesen. Úgyhogy a tizedet, tehát az minden jövedelmemnek a tíz százaléka, akár a béremnek, akár a vállalkozói jövedelmemnek, akár ha eladtam egy ingatlant, bármilyen jövedelmemnek, és megint nem szeretnénk ebből törvényt csinálni. Ö, hanem itt megint a szellemiekről van szó, kinek mit helyez a szívére az Úr. Nem, amikor adakozásról és tizedről beszélünk, akkor nem azt akarjuk, hogy erőtökön felül adjatok, és törvény legyen rajtatok, hogy hát igazából én ezt már nem jó szívvel adom, de mivel erről tanítottak, mégis odaadom, hanem azt szeretném, hogy ahogy ezeket elmondom, van akinek szól ez a szívéhez, és be fog lépni a következő szintre. Behozom a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az Istennek a házában. Odahozom be, ahonnan az ennivalót kapom, ezt így szoktam mondani Tamás pásztor, tehát ahonnan a szellemi befedezést és a szellemi védelmet kapom. Van olyan tanítás, hogy valaki a tizedét egyszer ennek a szegény családnak adja, aztán annak a szegény családnak. Jó dolog a szegény családnak adni, de ez az alamizsna. A tized adakozás alamizsna. A tized az az úr tárházába megy be, és, és, és nem pedig máshova. Ez azért fontos, mert a tized az az Isten iránti tiszteletemnek, és az imádatomnak a része. Számomra ez a tized. Tehát a tizedet még nem célokért vettem, az még nem egy céladomány. A tized számomra annak a kifejeződése, hogy Istentől függök. És amikor tizedet adsz, akkor evilágnak az Istenét megtagadod. Mert evilágnak az Istene a pénz. Bármit, amit e világ adni tud, azt pénzért tudod megvenni. Amit pénzért se tudsz megvenni a világból, az sehogy se kaphatod meg tőle. Pénzért mindent megkaphatsz, amit pénzért se kaphatsz meg, azt a világtól sehogy. Egy halálos beteg még a pénzén se tudja megvásárolni az egészségét. Az Úr meggyógyíthatja, de a világ nem fog tudni neki semmit adni. Amit viszont megkaphatsz a világtól, azt mindent meg tudsz tőle venni pénzen. Ezért, amikor te a pénzre azt tudod mondani, tudjátok, a tizedet a szegénynek nehéz adni, nem szegénynek, mert nem vagytok szegények az úrban, akinek kis, kevesebb a jövedelme, annak nehéz adni a tizedet, mert lehet, hogy azt számolja, hogy akkor most milyen felvágott kerül az asztalra. De a gazdagnak is nehéz adni, mert ő azt nézi, hogy micsoda, ekkora összeget adjak minden hónapban. Minek? Kinyomtassanak belőle pár abszódiát? Hát nem csak erre megy az a pénz, hanem azért hozom be, mert tisztelem az Urat. És amikor beadod a tizedet, akkor hatalmat veszel az anyagiak felett való aggodalmaskodás fölött, hatalmat veszel az anyagiasság fölött. Egyszer egy testvérünk, euh, egyszer egy testvérünk Németországban dolgozott, aztán visszajött ide, volt neki egy párja, született már egy közös gyerek, de még házasság nem volt. Aztán pásztoroltuk, építettük őket, összeházasodtak, és a férfi megint törte a fejét, hogy hát neki itthon nincs olyan jól kereső munkája. Ki kéne menni külföldre? És mondtuk, hogy ez nem a Szent Szelemtől van, úgy gondoljuk, mert külföldön, a kimész Németországból, akkor még nem volt gyülekezetünk, nem volt bázisunk, nem volt testvér, aki megerősítsen téged, és egyedül leszel, keresni fogod a pénzt, csak a feleségettől, a frissen szerzett feleségettől, meg a két éves gyerekettől távol lesz És ő elment ennek ennél a Németországba, és most már nincsenek itt, sajnos, de az a lényeg, hogy kettőféle utat választhat ilyenkor az ember, ha lakást akar venni. Elmegy, és melózik reggeltől esteig, és járja ezt az utat, amit, a, amit a, ez a világi logika szerint beválik. 12 órázik külföldön munkásszálón, vagy a másik az lett volna, hogyha itt megáll hitben, és talál egy munkát, amiből lehet, hogy úgy látja, hogy sose lesz. Úgy látja, hogy nem három év múlva, hanem 15 év múlva lehet lakása. De nem 15 év múlva lett volna, mert Isten megáldotta volna és felemelte volna. És, és a másik út ilyenkor az, hogy ragaszkodsz ahhoz a családhoz, amit az Úr adott neked, és megtanulsz az anyagiakat is az Úrra bízni. És ha megtanítjuk az embereket a tizedelésre és a tized fizetésre és az adakozásra, akkor áldottak lesznek. És a gyülekezetben látjátok, valamennyire látjátok a technikát, látok egy-két családot néha megjelenni a képernyők előtt, mi akik évek óta. Ö, Rendszeresen szolgálunk, kicsit jobban ismerjük egymást, és én is tudom, hogy pár ember, e, hát milyen munkába van, vagy mennyit kereshet nagyjából, és Isten sokkal több megáldotta. Sokkal előrébb van, mint ha te természetesen ránézel az ő fizetésére, vagy az ő munkakörülményére, vagy az ő életkorára, és máshol járnak. Máshol járnak az ifjak mert Istennek az áldása van rajta. És azt mondja a 11-es, -12 12-es vers, hogy elriasztom tőletek, ami felemészt, nem pusztítja el a földetek természését, és nem lesz terméketlen a szőlőtök a mező, mondja a seregek ura. És boldognak mond titeket az összes nép, mert kedvelt ország lesztek. Tehát nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy az, az tizednek az áldása, hogy megnyitja az úr az egeknek a csatornáit, elriasztja tőletek, menjünk vissza a 11-es verse. Megdorgálja itt, azt mondja, megdorgálom értetek a kártevőt, ami felemészti a terméseteket. Tehát az egyik, hogy áldás fog szó szerint rátszakadni. A másik, hogy megdorgálja értetek a kártevőt, elriasztja tőled, ami felemészt. Tehát valakire rászakad az áldás, csak a végén ki is folyik, mint a kád, amiben nincs bedugva dugó, és lefolyik. Lehet, hogy te olyan ember vagy, akire mindig rászakadt a pénz. Vagy az egyéb áldás. De mindig elfolyt. És nem tudod, hogy hova. Vagy nem tudod, hogy miért. És azt mondja az úr, hogy megdorgálom értetek a kártevőt. A kártevő távozik a te földedről. És azt mondja, nem pusztítja el a földetek termését. Tehát megmarad a munkád, az életednek az eredménye, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn. Tehát sem a szolgálatod nem lesz gyümölcstelen, sem a családod nem lesz terméketlen és meddő. 12. vers. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánatos földé lesztek ti. Tehát olyan személy leszel, akik, akik után vágyakozik a világ. És tudnod kell azt, hogy amikor bántanak, vagy a hited miatt bánthatnak, vagy ha már előre mentél az életbe, azért, mert előre mentél. Sokan irítségből bántanak, mert nem tudják, hogy miért tartasz ott, ahol tartasz. Jó. Ez itt ugye nem törvény, mert a törvényben, a múzesi törvényben is rendelése kerül a tized, de ez nem a törvény, a Malakiás könyve is. Az egy Mózes 28-ban a 20-21-22-es versben látod, ahogy Jákob azt mondja, hogy ha az Úr lesz az én Istenem, és megőriz engem, akkor én tizedet fogok neki adni. Tehát Jákob már a törvényadás előtt felismerte ezt az alapelvet, hogy ha az Úr az én Istenem, akkor én az Istenemnek mindenből a tizedét neki adom, az én Istenemnek. Ez egy, úgy látszik, ez nem volt kérdés az ókorban, még a törvény előtt sem, hogy az urat a tizeddel tisztelem. Nem szólt mennyből az angyal Jákobnak, hogy tegye ezt, nem olvassuk. Úgy gondolom ezt megtanulta az apjától, a nagyapjától és a többi rokontól. Kialakult ez a kultúra, hogy aki az én Istenem, annak adom az én tizedemet. És beszéljünk egy kicsit az adakozásról is. Az adakozás az egy szolgálat. Az adakozás a tizeden felül kezdődik, és az adakozás egy szolgálat. Vannak sokféle szolgálat, van, amivel Isten királyságát építhetem, de van, ugye a másik ellenpont, amit szoktunk mondani a szolgálatnál, az apostol, a proféta, az evangélista, a pásztor és a tanító ők nem mindenki apostol, proféta, evangélista, pásztor és tanító. Hanem azt mondja a Biblia, hogy egyeseket választott és elhívott apostolokul, profétákul, evangelistákul, pásztorokul, tanítókul. Egyesek dicsőítők, egyesek ezek, egyesek azok. De mit szoktunk mondani, amit mindenki tud végezni szolgálatot, ilyen a közbenjáró imádság, tudsz imádkozni, te, ha nyelveken szólsz, tudsz imádkozni itt azokért, akik még nem szólnak, hogy a hitük hitben meg tudják ragadni, és hogy az elméjükben a, a magaslatok le tudjanak omlani. Te tudsz imádkozni a szomszédodért, aki hitetlen, hogy üdvözüljön. Ezt meg tudod tenni. Ehhez nem kell felkenetés, hogy imádkozzál érte. Nem kell kirendelés, hanem tudsz otthon közben járni ezekért, vagy az országért, vagy a kontinensért, vagy az egész világért, vagy bármelyik személyért. És ennek meg lesz az eredménye. A másik ilyen az evangelizáció, bizonyságot tudsz tenni te is bárkinek, és nem kell ehhez kirendelés, és bárkit elvezethetsz az üdvösség imájára. És a harmadik ilyen az adakozás. Adakozni is mindenki, akinek van bevétele, azt tud. Akinek nincs, nem abból kell vetned, amit nincs, hanem abból, amit van. Tehát azt tud vetni, akinek van. És azt mondja a Róma 12.8, hogy az adakozó szelítségben művelje. Tehát az adak itt a szolgálatról van szó, ezt csak azért hoztam nektek, hogy az adakozó szelíden adakozzon. Lehet adakozni a gyülekezeti kosárba, gyülekezeti célokra, lehet adni alamizsnát. Az olyan testvérednek, aki kihívásban van, vagy lehet, lehet akár az utcán is adni egy szegénynek, vagy a szomszédodban lakó szegénynek, vagy akire, akit az Úr a szívedre helyez. Ez egy szolgálat lehet. Mert ha jól csinálod, és nem lenéző, hogy na, tessék, itt van, bedobom már, mert már nem el a zsebembe, nem tudom már hova tenni. Tegnap ugyanennyit a tűzre vetettem, most neked is hoztam egy kicsit. Ha nem így csinálod, hanem szelítségben műveled, akkor az hálaadást szerez az Isten előtt. Hálát fogadni az a személy, akit megáldottál, vagy a gyülekezet nevében, majd, meg, majd a kosarat, aki megáldja, az hálát ad a te adakozásodért is. És ezért az Isten egyrészt megvan áldva a gyülekezet, vagy megvan áldva az a személy, akinek adtál. És meg leszel áldva te, mert aki bőségesen ad, 2 Korintus 9.6, aki szűkmarkúan vet, az szűkösen is arat. Aki viszont bőkezően vet, az bőven is arat. Tehát bőkezően fogsz aratni. Hetes vers, mehetünk majd egészen a tízesig. Hetes, ki ki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kénytelenségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Tehát inkább ne adjál, hogyha ez szomorúságot okoz neked. Inkább ne dobjál a kosárba, hogyha emiatt te, és most nem a tizedről beszélek, a tized, még egyszer mondom, az nálam nem kérdés. Az Istentől való függésemet és az Isteni iránti imádatomat fejezi ki. És a mammon szellemétől való elszakadást. Most a tizeden felüli adakozásról beszélek, ha te szomorúságból vagy kénytelenségből adnád, azt inkább ne adj. De ha jókedvből adod, az áldást szerez. Nyolcas vers, Isten pedig képes arra, hogy minden kegyelmét rátok árassza. Hogy mindenhol, mindenkor, minden szükséges jóval rendelkezve, fölöslegetek legyen mindenfajta jó cselekedet számára. Tehát amikor adsz, akkor Isten rádárasztja az ő kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégséged legyen, és minden jó téteményre bőségben legyél. Kilences vers. Amint megvan írva, szórt adott a szegényeknek, az ő igazsága örökké megmarad. Ez egy ószövetségi írás. Tehát mit jelent az, hogy szórt adott a szegényeknek? Nem úgy adott, hogy számolta, hogy 625 forintot adok, mert abból tudsz venni egy kiló kenyeret, hanem szórt. Azaz bőmarékkal adott. Itt nyilván a gabona szórásáról van szó. Szórta és megosztotta, amilyen van. Ezért legyél te is ilyen, legyél bő, bőkező adakozó. Mindig én, én a tizedet is úgy adom, hogy kiszámolom, vagyis kiszámolom, hogy mennyi a minimum, hogy ne az alatt adjak. De még egy kicsit ráteszek. Mert ha megáld valaki, mi, 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 velünk is előfordul, hogy megáldanak minket, akkor ne az legyen, hogy hú, ö, most megáldottak azzal az étellel, vagy azzal a ruhával, most annak a tizedét kivágom a ruhának az ujját, és beadom. Hogy ne ez legyen, ezért bőkezően, mert tudom, hogyha én így viselkedek, hogy szórok, adok a szegényeknek, vagy adok a gyülekezetnek, akkor az egyik, hogy az igazságom örökké megmarad, a másik, hogy, 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 hogy én is így fogok kapni. Azt hiszem, a Lukács 6.38 mondja azt, hogy, hogy adjatok nektek is adatik jó kezűen, jó mértéken megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. És a tízes vers, ha megyünk tovább, 2 Korintus 9.10, aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret ad és megsokasítja a ti vetéseteket, és megnöveli a ti igazságotoknak a gyümölcsét. Tehát, e, aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyereteleségül, tehát Isten ad neked magot, hogy azt elvesd, és hogy megedd. Így kell gondolkoznod, a pénzed az egy mag, és vagy megeheted, azaz elköltheted azokra a célokra, amire szükséged van, vagy elvetheted. Természetesen meg is kell enned. Tehát kell, hogy vegyél ételt, kell, hogy karbantartsd az autódat, kell, hogy felújítsd a lakásodat, kell, hogy vegyél egy bútort, vagy egy ruhát. De kell, hogy vessél, mert ha nem vetsz, következő évben nem volt mit aratni, még a földművelés idején. Ha mindent megettek, éhínség volt a következő évben. És azt mondja, hogy ad, és megsokasítja a ti és megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét. Tehát nem azt mondja, hogy ad, és megsokasítja, amit megettél, nagyon érdekes, Ad és megsokasítja a te vetésedet. Nem az sokasítja meg, amit, amit megettél, amit más célokra költöttél, hanem igazán megsokasítja a magodat, amit Isten királyságába vetettél, és ilyen módon mindig lesz újabb, és újabb, és újabb magod, hogy vessél, és hogy egy részét meg is edd. És azt mondja, megnöveli a te igazságodnak gyümölcsét. Tehát amikor bemész a mennybe, lehet, hogy találkozni fogsz lelkekkel. És lehet, hogy ott lesznek már lelkek, akik már hamarabb az Úrhoz költöztek, és köszönni fognak neked, és nem érted, hogy miért köszönök. Á, az Úr áldjon meg, köszönöm, és megy tovább. Te nézze, hogy ennek mi baja. Jön a következő, á, halleluja, dicsőség az Úrnak, köszönöm, ő is megy tovább. Nem érted, mi folyik itt. Aztán felvilágosít az Úr, hogy ők azok, akik megtértek, mert megnézték az adást, vagy meghallgatták a vagy elolvasták a rapszódiát, vagy elolvastak egy könyvet, igen, és nekem ehhez mi közöm? Én nem írtam könyvet, nem nyomtattam rabszódiát. Azt mondja az úr, de hogy nem. Te adakoztál, és abból született egy könyv. Te adakoztál, és abból ki lett adva egy rabszódia. Te adakoztál, és abból elhangzott egy prédikáció, el, vagy el tudod menni egy misszionárius külföldre. És itt a földön te nem láttad ezt, meg akit megáldottál, azt se látta. De itt a mennyben, nyilvánvalóvá válik kinek-kinek a cselekedete. Úgyhogy testvéreim, erre, erre titeket, hogy, hogy, így gondolkozzatok ezek felől, így gondolkozzatok a tized felől, összefoglalásképp a tized felől, ami az Isten iránti függésemnek a kifejezése. És, és a hitemnek a cselekedete. Nagyon érdekes, hogy azt mondta Jézus, hogy tagadja meg magát minden nap, aki követni akar engem, vegye fel a keresztjét. És a tizedet is újra és újra be kell adnom. Nem egyszer adom meg a tizedet az Úrnak, hanem hónapról hónapra. Mint ahogy a keresztemet is fel kell venni napról napra. És amikor megadom a tizedet, akkor újra és újra győzedelmeskedek a test felett, a e istene és az anyagi vonzás felett. És ezen felül pedig, ami a szíveteken van, azt elkészíthetitek adakozásra, Tudjátok azt, hogy azért vagyunk itt a Földön, hogy szolgáljunk. Nem másért, nem azért vagyunk itt, mert annyira jó buli a Földön lenni, mert amennyi jobb hely. Egy dologért vagyunk itt, hogy szolgáljunk. És szolgálható az Ura több módon, az egyik módja az adakozás. Úgyhogy így fogunk adakozni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Dicsőség az Úrnak, az Úr áldjon meg titeket. Keresd fel gyülekezetünket! Címünk Miskolc Nagyvárnyi utca 6, telefonszámunk 0670 600 5577, e-mail címünk onlinekukacújszövetség.hu